Sziasztok srácok, üdvözlök benneteket! A Funcom új Conan-es játékával, ezzel a Conan Unconquered-del fogunk játszani, amely hát számomra is meglepő volt, meg szerintem sokak mások számára is, hogy ez egy RTS játék, azaz ez egy valós idejű stratégiai játék lett, ami hát be kell valljam, egy általam szeretett játékra meglehetősen hasonlít. Ezt meg fogjátok látni. Vannak fenntartásaim a játékkal kapcsolatban, de ne rohanjunk ennyire előre. De a menüben láthatjátok, hogy lehet szólóban nyomni, kooperációban valakivel, tehát hogy ketten nyomhatjátok együtt. Ezt nem próbáltam ki, ez érdekes lehet. Van ilyen challenge-ek, ez nem tudom micsoda, ezt inkább hagyjuk. Na igen, ez amikor ilyen, tehát hogy meg is mutatom nektek, hogy az optionsben is ez a felület van. Ez a felület, gyerekek, nem baj, egyszerű, meg minden, de hogy így olyan gagyi. Nem tudom, nekem nagyon nem tetszik ez a menü, ami ott van. Ez a része, ez a sima Conanre hasonlít, de ez olyan 2002 nekem. Nem úgy maga a játéknak a grafikája is, meg minden, úgyhogy lesznek itt részemről olyan dolgok, amik nem tetszenek. Itt van egy ilyen térképünk, és itt tudunk ilyen questeket csinálni. Most random rámegyünk az egyikre. Ja, igen, választanunk kell hőst, aki szintén tud majd harcolni, és stratégiai játék, ugyebár itt úgy működik a sztori, hogy építjük a városunkat. Azt hittem már el sem indul közben a meccs. Majd a kardon, hogy végigmegy a vér itt úgy fog betölteni. Amúgy ez tök jól néz ki. Szóval építenünk kell a városunkat, és ilyen vévekben jön az ellenség. Ha hasonlítanom kell egy játékhoz, akkor a DR Billions-hoz tudnám legegyszerűbben hasonlítani. Ugyanis vévekben jönnek itt az ellenségek. Hasonló rendszerben kell építkezni, hasonló alapanyagok vannak, kicsit Conan-es feelingben. Ugye ezt tudnám hasonlítani, viszont ami annyira nem olyan tetszetős, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, az a grafika olyan, gyerekek, nem tudom, ezeket a textúrákat sokkal igényesebben meg lehet csinálni manapság már, de mindjárt meglátjátok, miről beszélek, csak töltsön be. Itt is vagyunk bent a játékban, ez így néz ki alapvetően, tehát hogy így kezdünk. Lehet, hogy ez amúgy még a valamelyik első pálya, mindegy, ez amúgy easy is. Hát amit tudni kell a játékról, hogy ugye vannak alapanyagok, ezeket itt jobb oldalt láthatjátok. Sikeresen odébb ültem. Nos, ahogy láthatjátok, itt van nekünk arany, ugye, amely x időnként termelődik a házakból. Mi meglepő, van fa, ugye ezt favágó telepekkel tudunk több fát csinálni, most jelenleg plusz 0 fánkon, úgyhogy teszünk le. Ez a Hunter, ez a vadász kuckó, ez ugyebár vadász kuckó, ez kaját hoz nekünk. Lerakunk egy ilyet, azt mondja, van ilyen training groundunk, ilyenünk van. Ebbe tudunk majd egységeket képezni. Azt mondja, van itt nekünk ez a howl, ez tulajdonképpen a lakás. Ez az épület, amiben laknak az emberek, és ugye azokból csinálunk tulajdonképpen újabb épületeket, egységeket, stb. Ez lesz a lumber camp, ez lesz ugye a favágó telep. Constructing. És akkor ugye itt a fára rá lehet tenni. Most megvan állítva az idő amúgy, ahogy láthatjátok, a space-szel meg lehet állítani, ez is amúgy teljesen... Nagyon sok, az a baj, nagyon, a játékmenet nagyjából teljesen ugyanaz, mint az előbb említett játéknak. Kicsit ez így fura nekem, de mindegy. Szóval nem sok, azon kívül, hogy Conan-es mintában van egyelőre, nem sok egyediséget találtam benne. Van benne kő, nyilvánvalóan, mint alapanyag, majd ezt a query-t valahova majd lecsapunk, itt azt hiszem nincs is egyből, kicsit odébb kell menni, akkor valahol majd lesz kő. Illetve van nekünk állatunk, az állatok nem tudom pontosan még mire jók. Lehet, hogy esetleg valamilyen egységeket tudunk belül képezni, vagy megenni, nem tudom, ezre még nem jöttem pontosan erre. Van vas, illetve van Star Metal, mint ugyebár a Conan-nek az egyik legdrágább alapanyaga. Amúgy, láthattok kettő alapegységet, hát igen, tehát ez a grafika, ez... Hagyni mi kivetni valót maga után. Szóval, hogy ez itt egy sima ilyen kardozós fiatalember, ez pedig egy ilyen asszony, aki amúgy egész jól néz neki, hogyha nem lenne ennyire pixeles, de hogy ilyen dárdákat dobál. Amúgy egész jól meg van csinálva a harc, csak olyan... Nem tudom. Valami... Olyan, mint hogy nem lenne eléggé megsúzva. Itt láthatjátok ezt a... Mi ez? Ez a Battle Standard? Vagy milyennek a neve? Battle Standard. Ja, ez a neve. Ezzel tudunk magunknak újabb területeket kijelölni, tehát az a lényeg, hogy van a bázisunk, és akkor lerakunk ilyeneket mindig, ugye látjátok ezeket a blokkokat, ahova tudunk építkezni. Na itt például már csak eddig tudunk építkezni, hogyha lerakunk egy ilyet, akkor a kék körben, akkor ott is fogok tudni építkezni. Ezzel terjeszkedünk úgymond város szinten, és akkor tudok egy adott területre terjeszkedni, hogyha már oda nyitottam ilyen battle standardet, elég hülyen van. Lehetne valami flag, vagy nem tudom, na mindegy.
Akkor van ilyen Craftsman Guild, ebbe tudunk majd ilyen fejlesztéseket csinálni, ezekben még nem mentem nagyon bele. Van ilyen, fú, ezt nem mondjam, ne akarjátok kimenni, valami shrine, vagy mi a túró. Ez híleli az egységünket, tulajdonképpen ez egy ilyen szökőkút, és akkor ott ilyen mágikus erővel meghílelik őket, ez amúgy tök jó. Van Lookout Tower, ugye ilyen, ilyen spot torony tulajdonképpen, nem is tudom minek hívjam, ugye ebből hamarabb észre veszük az ellenséget, meg hogy láthatjátok, amit nem fedeztünk föl, ott ilyen fura köd van, lehetne inkább fekete, de mindegy, itt ilyen fura köd van, úgyhogy ezzel tudunk amúgy például felfedezni, vagy egységekkel, vagy épületekkel, de mondjuk óvatosan kell azért haladni, és alapvetően van nekünk fa falunk, ez azt hiszem fa fal, nem, ez light wall, bocsánat, tehát könnyű szerkezetű fal. Lehet rá tenni kaput, amúgy majd mindjárt ide teszünk egy kaput, majd mindjárt megépül. És tudunk építeni ilyen wooden guard towert, és akkor az meg így véd. Véd egy kicsit, de őszintén megvalva szerintem annyira nem erős. Na mindegy. Constructing. Esünk neki a játéknak. Kezdjünk el játszani egy kicsit. Itt ketyeg ez az óra körbe. Senkinek kérdez, az mit csinál. Még nem vagyok. Arra nem jöttem rá, hogy tudom forgatni a kamerát. Tehát, hogy lenyomom a görgöt, és kijön egy ilyen pluszjel, ez számomra érthetetlen, ez mi akar lenni, ezzel irányítsam, tehát ez most komoly. Na mindegy, tehát tökül lenne, hogyha tengelyek körül lehetne forgatni, és úgy forgathatnám a kamerát, hogy én szeretném, mert engem tökre zavar, hogyha felfele nyomom, akkor ilyen össze-vissza megy. Na mindegy, nem akarunk semmibe se belekötni. Közben megépítettük ezeket a kis dolgokat, itt ezekkel elmegyek felfedezni. Tökre tetszik amúgy, ha például valakit valahova odaküldök, akkor ilyen kardokkal a földbe jelzi hova. Tehát ez például tök jó, ez a marker. Igen, ja igen, itt a hősünk. Van valami probléma, mert itt van egy ilyen kérdőjel amúgy a HP-jában, de szinte mindennek. Ezt fogadjuk el, a zenék amúgy jók a játékban, tehát hangulatos. Na, hamarosan meg fognak minket támadni, jön mindenféle szörny. Vagyis úgy értem, hogy pókok, meg itt jelzi, hogy mennyi van hátra a támadásig. Fönt, jönnek pókok, rendesettségek, még talán elefántokkal is megtámadtak már, úgyhogy... Eléggé komoly, amúgy itt vannak a fejlesztések, igen, először ezt a Craftsman Guildet kéne megcsinálni, és akkor lesz Engineer, Scholar, meg valami Warfare Guild. Hát itt fejlődni kéne benne, hogy mi lássuk azt, hogy itt ebbe mi leledzik még. Nem vagyok még túl jó a játékba, ezt le kell, hogy szögezzük, nagyon-nagyon-nagyon. Várjunk, most van 22 gabonánk, az jó. Ez is jó gondolom, meg 38 emberünk. Jártunk ilyen. Ez jó. Ez a Javelin Soldier, ez tök jó, mert ezeket a javelineket ki tudják dobni a falon kívül, de akkor ezen átdobják a falon. Ó, ott egy enemy. Nézzük, ott áll. Hát... nem tudom, hogy milyen a harc. Legalább. Meg elnézünk erre. Aha. De el kéne terjeszkednünk erre, úgyhogy építkezünk, de nem tudunk, mert Kaine arany. Szóval így, amúgy tök jó, mert tök véres a játék, tehát ilyen konenesen szinten hozza ezt a dolgot. Abszolút nem vészes, bár mondjuk ez már úgy néz ki, mint egy halott zombi, miután valakit megölnek. És egy darabig ott maradnak a hullák, tehát egy nagy csata után ott hevernek szana szét a hullák, és azt hiszem talán fertőznek is, és ennek van lényegessége, mert meg lehet, hogyha megfertőződnek a saját egységeink, akkor azok sérülnek folyamatosan. Mit akartam csinálni? Ilyen zászlót akartam letenni ide. És azt hiszem, hogy itt majd talán tudok bányászni, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Ez egy könnyű pálya, most megnézzük itt egy picit, egy pár évet megnézzünk, hogy milyen a játék. Elsőre így elkezdtem vele játszani, és úgy elment tőle a kedvem, aztán nem tudom, lehet csak időt kell neki adni. Még egyelőre nem tudom hova tenni, na, tehát hogy... Nem tudom azt mondani fixen, hogy ez jó. Viszont ha szeretnétek megvenni, vagy megnézem, hogy ott lesz a leírásban egy link hozzá, és akkor ott meg tudjátok csekkolni, mennyibe kerül, amit ezt hiszem nem is olyan nagyon vészes az ára. Érkezik a támadás. Ilyen, hát ezek ilyen spíresek. Nomád spearmen, aha igen, hát ilyen nomádok támadnak minket. És így a falon fantasztikusan ki tudják dobálni, amúgy ez egész jól néz ki, hogy így dobálják a kis dárdáikat. Bár ugye elég fura, hogy így konkrétan kidobják, ott repült egy kéz. Oké, okay, ja és kapunk ilyen pontot. Ez nem is tudom, hogy ez mire jó, de kapunk ilyen pontot. Ja, meg itt, hogyha felfedezünk valamit, vagy valami új dolgot csinálunk, akkor itt lehet róluk olvasni, ez fantasztikus, ilyen tippeket ad a játék, és most hogy tudok ebből kilépni. De igen, tehát ez a gomb, meg ez az egész menürendszer, ez olyan fura. Nekem egy picit olyan gagyi hatása van. Várjátok, már itt van valami, most nézem, hogy itt kint van valami tábor. Aha.
Oké, jó, rendítse. Ez elég érdekes volt ez a fight. Ezeket a nomádokat gyorsan letoljuk. Ujjajajajaj, inkább azt... A, ne a házat, először szedjétek le őket. Kicsit sokat kapott szegény srác. Ugye az egyik csajszi mindjárt meghal. Most meghalt az egyik egységünk. Ezek folyamatosan termelődnek itt? Szedjétek szét ezt az épületet? Gondolom, mint hogyha folyamatosan termelődnek. Csináltam pár házat, hogy gyorsabban termelődjön az arany. Hát ez... fogjuk rá, hogy sikerült. Fogjuk rá. Na, már itt, igen, jól sejtettem, itt már lehet követ szedni, de hát, hogy... Aha, tehát a háromnál többet sosem tudok kihozni belőle, fantasztikus, mindegy. Ezt így megcsináltuk, és van egy csomó fánk, úgyhogy kéne építeni ide mondjuk falat, vagy valamit, mert... innen jönnek is, meg kell majd védeni. Ez a falépítés, ez amúgy borzasztó. Aha, ez csak, tényleg csak így tudom csinálni. De most amúgy én csak tornyokat sem, vagy hogy lehet? Ezt nem igazán értem. És hogy tudom lerombolni? Units poisoned. Valami meg... Úristen, egy skorpió van itt! Hagyjad már! Vissza, gyertek vissza azonnal! Ez egy skorpió! Giant Scorpion. Mondjuk ez itt tök jó. Hát így a... Ami tényleg feelinges a játékban, hogy ilyen abszolút ilyen Conan-es... nem tudom, világban vagyunk. Hogy úgy fogalmazok, és az egységek, meg minden... így tökre beleillik a Conan világában. Na, itt például most megöltük ezt a skorpiót, vagy legalábbis harcoltunk vele, és... hát ez a Giant Spider, de hogy elméletileg most itt kéne való lenni annak is, mindegy, ezzel most nem foglalkozunk. De nem tudom, hogy hogy kell lebontani például épületeket. Erre még nem jöttem rá. Ez nem tudom micsoda. Úgyhogy ez mindegy is, igazság szerint fogadjuk el úgy, ahogy van. Így szépen kihúzzuk a falat, és akkor itt lesz egy fal. Szépen pedig tudunk rá kaput tenni, bármi gáz van. Építünk ide egy ilyet is, mert kemények vagyunk. Mint a kátszéle, és akkor elmegyünk el is felfedezni, mert... Na, érkezik még támadás, itt van fal, itt is van fal. Közben kéne gyártanunk még egységeket, ilyen javelineket. Amúgy ez például tökre tetszik, hogy ott írja, hogy... ugye, hogy ranged combat stratégiában mi ellen hasznos esetleg, meg combat státusz van, tehát itt konkrétan meg van határozva, hogy milyen egységek mik ellen jók, és hogy mi konkrétan mit tud. Így tudom, a legegyszerűbb most ezt megfogalmazni, de hogy értitek. Oké, úgy érkeznek viszont. Jó, akkor a két lovas az, na inkább azok alapvetően oda mennek, úgyhogy... aki lov HP-n van, az jöjjön ide. Amit, hogy ide, mert elméletileg itt hílelődnek, tehát hogy... aha, te... azt figyeld, micsoda effektje van, na mondjuk ez jól néz ki. Itt ilyen pókok jönnek! Ezek beugranak a várba! Na várjátok, ez már annyira nem fun. És ezekre hogy védekezzek? Vagy ide fentre is kéne falat tenni? Aha, hát ez így tök nyilvánvaló. Ez mondjuk tök jó. Tetszenek ezek a pókok. Ja, ezek fel is hílelődtek. Jaj, de szuper. Ez gyors volt. Ez meglehetősen gyors ez a healer. Ezt minden falhoz érdemes egyet tenni esetleg. Igen, a favágó telepünk is támadás alatt van. Jó, ezzel meg vagyunk. Visszavertük a támadást. Szóval ez a Craftsman Guild, hogy ezt lerakjuk. Meg kell épülnie, itt közben építem a dolgokat, és hát próbálok itt valamit kihozni ebből az egész meccsből. Érdekes, most benne vagyok ebben a Craftsman Guildben, és akkor itt olyan ilyen dolgokat lehet fejleszteni, hogy Command Methods. Ez ad ilyen Command Tentet, ilyen parancsnoki sátrat, meg Wheel of Paint, ugye ez, amiben be lehet törni a rabszolgákat. Engineer Training, ez Akna, Ballista Tower, Engineer Guild. Szóval ugye a Marketplace, Stockyard, igen, ez egész érdekes. Ja, lehet egész sok minden van ebben a játékban. Kezdem úgy érdekelni. Voltak amúgy fenntartásaim vele eléggé, mert tényleg olyan picit olyan gagyikának tűnt, de amúgy kezd szimpatikus lenni. Nekem ez kéne, mert ebben Ballista torony van, ezt kéne kifejleszteni. Mennyibe kerül ez? Ez 300 pénzbe kerül. Mindjárt lesz 300 pénzünk és kifejlesztjük. Érkezik az enemy. Ezek lovasok! Hát azt nem tudom, hogy mennyire jók a kardosaink ellenük. Van egy olyan érzésem, hogy semmennyire többnyire. Hát amúgy egész jól elharcolgatnak, de amúgy meg is mondja, hogyha ráviszem. Jó. Hát ugye elméletleg annyira azért csak nem. Bár nyilván a lovasok azok egy erősebb kaszt lesz. Fejlődnek az egységek. Tetszik? Ez kifejezetten tetszik, remélem erősebbet ütnek. Nem, addig sem a falat támadják, hanem ezt a két embert.
Milyen jól bírják már. Ezek micsodák? Kus Horsman. Szép nevük van. Ezeknek szokták mondani, hogy kus a neved. Közben itt már megy a fejlesztés, ami 1 perc 30. Tök jó írja is amit, hogy mennyi idő pontosan a fejlesztés. Oké. Gyertek vissza, közelebb a falhoz. Tudjanak segíteni a dárdások. Vagy a javelinesek inkább. Jó, jönnek rendesen, és itt fent írja a hullámokat. Jó, elmetek kifejlesztettünk pár dolgot. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy... és már most itt van baliszta tornyunk. Na, építünk egy baliszta tornyot, kipróbáljuk, hogy a baliszta milyen, mert ez a sima torony, ez elég ratyinak tűnik szerintem. Szép, szép hangjuk van a hölgyeknek. Most nézem, hogy ahol itt szétszettük azt a házat, ott maradt egy kis arany. Ezt gyorsan összeszedjük. Szóval ez a mine, ez bánya. Én valamiért az aknára asszociáltam, de ezt engedjük el. Szóval ez vas és star metal bánya, amelyet nem tudom, hogy hol kell letenni, de valahol biztos le lehet. Itt jelenleg nincs rá erre opció. Oké, és elindítunk Spike Trap, Fortress Health Upgrade. Farmot tudunk csinálni, dwellinges épületet, ez tök jó. Ez nem tudom, micsoda, ez valami vallási fejlesztés. Menjen a kaja. Az mindig fontos, hogy élelem legyen, mert akkor boldog a nép. Akkor fog az oldalunkon harcolni. Stoker, de ebben rinocérosz van! Azt láttátok? Ebben van egy rinocérosz! Az mi? Most nem látom a térképet. Azért ez mi sunyi már? Nem látod a térképet, ameddig ilyen homokvihar van. Ez mondjuk tetszik. Tetszik, mert ez tulajdonképpen ilyen, hát nem is event rendszer, de hogy van benne ilyen event, ami random jön és megszivathat. Ez tetszik, ez szimpatikus. Ez tök jó. Közben kész ez a stockyard. Itt mit tudunk csinálni? Igen. Elmélet... Ja, Light Silver itt állokkolta nekünk. Aha. Most már tudunk lovasokat csinálni. Szóval ez a rinocéroszos helység. Ez a, jó, van benne ló is, de hogy a rinocérosz azért a sokkal menőbb. Ezt állokkolja nekünk. Ezt jó tudni. Közben itt mindjárt elkészül a következő upgrade, és valahonnan jön a támadás, amit nem tudunk, hogy honnan. És tök jó, ahogy látom, hogy a... Igen, ez meg is van, ezt meg is nézzük, hogy mik ezek a dolgok. Azt mondja, hogy le tudunk tenni farmot. Uh-huh. És ezt hova tudom letenni? Ja, hogy csak ilyen helyekre. Aha, viszont ez sokkal több kaját ad. Aha, ez mondjuk tetszik. Jó, leteszünk ide egy ilyet. Itt jönnek, oké. Jó. És megnézzük, hogy hát szerintem nem fogunk tudni közel építeni hozzá, de hogy... Aha, nem. Ha minél közelebb vannak a falhoz, annál, hát hogy látszik is, hogy nem tudok odaépíteni, mert ne közel vannak. Hú, ezek nagyon sokan vannak amúgy. Ja, amúgy van ilyen gomb, hogy repair all automatikusan mindent megjavít, de nyilván ami támadás alatt van, azt nem lehet megjavítani egyből. Jó, kibírjuk, skacok, ezt a támadást. Vissza tudjuk őket verni. Jó. Kardosaink menek előre, sőt, még Conan is ott harcol. Ilyenkor tök jó lenne, megfordíthatnám a kamerát, és nézhetném belülről. Ezek nagyon kapják, nézd, ezek ilyen nomád javelinesek amúgy. Várjunk, ez most tönkre fogja tenni a házaimat amúgy? Amúgy ezeket nem lehet upgrade-elni? Ez micsoda? Ez az Engineer Guild. Ja, hogy ezt fejlesztettük ki. Craftsman Guild, de házat, van új házat tudunk csinálni, nem? Nem tudjuk fejleszteni a házat, upgrade-elni nem lehet. Na mindegy, csinálunk akkor sima házat. Ez mondjuk furcsa. Csinálunk egy ilyen sima dwellinges házat. Amely dupla pénzhozattal és háromszor annyi embert jelent nekünk. Ja igen, úristen, mindenki megfertőzött, gyorsan gyertek ide. Megfertőzöttek az embereink. Jó, nincs probléma. Kéne egy kis fa. Nincs fa. Miért nincs fa? Elfogyott a fa. Elfogyott a fa, nagy uram. Jó, ott 6-ot fog termelni. Meg 4-et. Ott egy kis arany. Ott van random arany. Ez tök jó. Oké, Conan szedd össze azt az aranyat. Most két helyről fog jönni ellenség. Még szerencsé, hogy ide építettünk falat. Ez tuti, Valenti, ez tuti itt fog jönni, de teszünk egy tornyot. Ha lesz rá pénzünk, csak fánk nincsen. Most ezt nem is kell feltétlenül megjavítanunk ezt a részt itt. Maradt valami? Ja, ahogy javul! És milyen dögvész van itt, te jó ég, megy hulla. Mert ezek tényleg olyanok, mint a halott zombik, és
Figyeljétek, még ilyen bugorak is vannak, elég gagyi a grafikájuk, nagyon 2D-s, de... De vannak bugorak. Hát és így néz ki egy fejlesztett... Ó, és itt, ez micsoda? Random kapok ilyen... Ez olyan, mint hogyha ilyen szupli doblának le nekem. Megjött az utánpótlás. Tényleg. Jó, ez drága? Hát annyira nem vészes, lerakunk egy ilyet ide. Sajnos biztos. Oké, okay, kaptunk egy kis fát és egy kis... Ó! Állatunk is van bőven. Ja igen, akkor ezek szerint ez... Ja, ez termeli az állatokat, ami kell az egységekhez. Értem? Jó, oké, okay, rendítsek. Minden világos, minden világos. És folyamatosan jönnek ilyen... hát nem adomány, de hogy ilyen szuplik rétek. Hagyjad már, hogy néz ki az a ballista! Az egész barátságos. Korrekt. Ó, hogy a skorpió körzük, hát ezt megtartatják maguknak, hát én ezekkel nem akarok harcolni. Hát ezek milyen erősek már, bakker? Te jó ég! Mennyi skorpió van itt? Hát ezek... Köszönöm, de nem. Júj, ezek itt jönnek fent. Jó, megállítjuk az időt. Súnyik vagyunk, hát nem tudunk, nincs annyi pénzünk. Viszont itt lent, elméletileg... Azt figyeljétek! A balista egy lövéssel végez egy ellenséges egységgel. Az úgy... Eléggé komoly. Hopok. Jó, Conned meg ráküldjük erre a falra. Mondjuk a lovasokkal egy lövéssel végzett, ez valami nagyobb. Ez micsoda? Sem... Nem tudtam elolvasni. Sem... Asuri. Vannak itt azért egységek, itt nem mondja. Jó. Ez a balista torony azért teszi a dolgát. Conan is teszi a dolgát, ahogy látom. Ha itt megsemmisítettek egy falat közben. Öld meg, Conan. Ez ennyire nehéz. Itt lent hogy haladunk? Ez támad. Luti, gyertek le délre, segíteni, mert három oldalról kaptuk az áldást. Aki tud, az javít, vagy ami tud, az javul, inkább úgy mondom. Hát majd később. Oké, és oda berakjuk a falat. Oké, beraktuk. Jó, megvédtük magunkat, egész jók vagyunk, egy ellenség maradt még. Azt a mindenség. Jó, hát sajnos nem jutottunk el következő szintekre. Le akartam még tenni azt az Engineer Guildet, hogy megnézzük, milyen dolgokat lehet még kifejleszteni. Kicsit belekóstoltunk a játékba, ez kicsit ilyen tutorial jellegű dolog amúgy szinte. De hogy... Na, megcsináltuk ezt. Ez a kérdőjel, ez mi a túlnó? Istenem, nem telt rendes ikorra. Jó. Ja, és akkor mostunk tovább menni, aha, szintekre. Jó, én örülnék neki amúgy, hogyha lenne ebbe valami challenge, vagy nem tudom, a kooperatív az milyen. Hát, velük biztos lehet játszani együtt. Mindegy, kacok, írjátok le a komment szekcióba a véleményeteket a játékról. Érdekes, én azt kell, hogy mondjam, érdekes. Tényleg nagyon haj az a DR Billionsra egy Conan-es kiadásban. Hogyha eltekintünk ettől az apró ténytől, mármint nem attól, hogy Conan-es, hanem hogy mire hasonlít, akkor amúgy annyira nem rossz. Tehát, hogy... Bele kéne itt menni a fejlesztésekbe, akkor minden, hogy lássam jobban én is, hogy milyen lehetőségek vannak még a játékban. Tetszik, hogy ez a világ tényleg egy ilyen RTS-be bele lett rakva. Nem gondolom, hogy ez egy egyszerű feladat volt, de vannak benne azért érdekes dolgok. Nekem mondom, ez a menürendszer, meg ahogy kinéz, meg a grafikai dolgok. Azért ez így 2019-ben picit necces. Írjátok le a komment szekcióba a véleményeteket a játékról. És hogy szeretnétek esetleg, hogy live-ban játszunk vele, akár ilyen esti órákban kicsit nyomatjuk, aztán meglátjuk, meddig tudunk fejlődni. Hát ez most nagyon könnyű volt, nyilván vannak, gondolom, remélem vannak valami húzósabb pályák is. És akkor csapatjuk Conan-nel az élen, és megvédjük a várost, mert ugye itt is az a cél. Csak talán a városvédelme picit könnyebb, mert itt a saját épületeiből nem jönnek ki ellenségként az egységek. Úgyhogy kacok, nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok. A leírás első linkje ott van, a játékot megtaláljátok, hogyha érdekel titeket. Komment szekcióba jöhetnek a vélemények. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és mindent titek, meg iratkozzatok fel. Én Stark voltam, jók legyetek. Sziasztok!